A Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési kara számos szakon kínál érettségi utáni képzéseket a tovább tanulni vágyóknak. Ezeket mutatták be az érdeklődőknek az intézmény dolgozói a kar szekszárdi kampuszának nyílt napján. Természetesen ismertettük a szakjainkat. Első helyen a pedagógus képzést, az alsófokú pedagógus képzést, hisz ez a legrégebbi csomagunk, képzési csomagunk, a tanítóképzéssel, óvodapedagógus képzéssel, a csecsemő és kisgyermeknevelő képzéssel, illetőleg új képzésként csatlakozott a környezet kultúra hozzá, ami egy kicsit már más, mert a művészképzés irányába megy el. Én azt gondolom, hogy aki ezekre a szakokra jelentkezik, biztos, hogy jót választott. Egyrészt valóban egy nagyon izgalmas képzésről van szó, másrészt a pedagógus életpálya modell révén biztosan jó állást fog találni magának, és szeretném remélni, hogy egyre inkább jól fizető állást fog találni. De nem csak ez lehet motiváló tényező egy ilyen szép hivatás választásakor. Én a tanítói szak iránt érdeklődök, nagyon szeretem a gyerekeket, és tudom, hogy itt jó a képzés, mesélték nekem ismerőseim is, és igazából már régóta gondolkoztam ezen, hogy ide jelentkezek. Először nem sikerült a felvételi, remélem most sikerülni fog. Mindig arra gondolok, hogy örömmel megyek majd be az iskolába minden reggel, és a gyerekekkel foglalkozok, és együtt csináljuk majd az ajándékokat a szülőknek, a műsorokat, a rendezvényekre. És igazából ez így mindig örömmel tölt el. A pedagógus képzés egyébként a jövőben új szakkal is bővül. A szekszárdi és a Pécsi Bölcsészettudományi Kar közösen indít majd gyógypedagógia szakot. De a legújabb és szintén népszerű szőlész-borászmérnök képzés mellett vidékfejlesztési agrármérnök szak is lesz majd. Ugyanakkor a közgazdaságtudományi karral közös turizmus felsőoktatási szakképzés iránt is nagy az érdeklődés. Aki még nem tudott dönteni, melyik terület lenne a legideálisabb számára, az életpálya és pályaorientációs grafológiai tanácsadáson vehetett részt, de a nyílt napon szó esett a kollégium és ösztöndíj lehetőségekről, valamint a hallgatói életről és programokról, a vállalkozó szelleműek pedig a kutas, hogy kijuss szabadulószobát is kipróbálhatták. Mi egy kis kar vagyunk. Kis kar, emberléptékű kar, barátságos kar, ezt a humánumot, ezt a légkört tudjuk biztosítani a hallgatóinknak, és tudjuk a visszajelzésekből, hogy a hallgatóink ezt nagyon értékelik. A tanulmányi hivatalunkat, a gazdasági hivatalunkat egyetemi volumenben is a legmagasabbra értékelik a hallgatóink, tehát ezek komoly visszajelzések, hogy ebbe az irányba kell nekünk menni. Az emberléptékűséget, a humánumot kell a középpontba helyeznünk, és természetesen a jó oktatást. Ez valóban hamar megragadja a fiatalokat. Tetszett az, hogy tényleg egy ilyen kis közösség, családias hangulat az egész. A gólyatáboros videó is tetszett, és alig várom, hogy ott lehessek. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara változatos képzési kínálattal és barátságos hangulattal várja a jelentkezőket.